Jellemzően úgy kezdenek el vállalkozni sokan, hogy a családban nem volt vállalkozó, és a baráti körben nincsenek vállalkozók, és a barátok és a családtagok a saját félelmeiket nyomják rá a vállalkozni vágyóra, hogy de nem fog sikerülni, nem igaz, hogy nem félsz, hogy adhatod fel a biztosat a bizonytalanért, és közben ez az ő realitásuk, nem pedig annak a vállalkozni vágyónak a realitása, aki mondjuk elkezdte megtapasztalni, hogy a marketingnek mekkora ereje van, és hogy egyébként ő számíthat magára, van annyi szaktudása, van annyi kreativitása, van annyi affinitása ez, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Soha nem mulasztom el azt, hogy megnézzem, hogy mit rontottam el, mert ha jön ilyen komment, akkor valamit lehetett volna jobban. És Nekem ez nem fáj, hogy valamit lehetett volna jobban, és mindegyik esetből szoktam tanulni, hogy oké, okay, akkor ezt biztos kommunikálhattam volna egyértelműbben, mert nem születtek volna ilyen kommentek. Ha csak arra gondolok, hogy mondjuk nálam szerintem mekkora jelentősége van annak, hogy hogy én mennyit dolgoztam a stabilitásomon, hogy mondjuk kész receptek voltak a fejemben arra, hogy ha engem egy ilyen helyzetben nehézségére, akkor hogy fogom kezelni, ez nagyon. Most van egy vágyam, hogy egy szakmai közösséget felépítsünk, ahol együtt alkotunk, és mondjuk egy ilyen 5-8-10 fő közösen dolgozzon azon, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, mármint is szakemberek. Most nagyon ígéretes, hogy, hogy, hogy együtt számunkra is élvezhető módon tudunk egy csomó embernek segíteni. Sziasztok, én Dalo Zoltán vagyok, és ebben az interjú sorozatban jellemzően sikeres vállalkozókkal és vezetőkkel beszélgetek, akik megosztják velünk a sikereik titkát, illetve mindent, amit tanultak és tapasztaltak a, a vállalkozói út során. A mai beszélgetés azt gondolom, hogy nagyon érdekes és hasznos lesz mindenkinek, aki vállalkozás indításban gondolkozik. A vendégem Knapek Éva, klinikai szakpszichológus lesz, az Önazonos Vagyok klubnak az alapítója, illetve ismerettek onnan is, hogy az Amiről Nem Beszélünk podcast házigazdája, illetve az elmúlt három évben, amit a vállalkozását elindította, több mint százezeren követik már az Instagramon, illetve a TikTokon, úgyhogy bizonyára ti is találkoztok már valamelyik értékes lapozós posztjával, vagy rövid videójával. Munkáját már az indulás után egy évvel díjazták a Business to Woman kommunikációs nagy díjával, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg érdemes figyelni azokat a gondolatokat, hogy hogyan is indultál a vállalkozói úton. Jó szórakozást! Hogyan jutottunk el oda, hogy napek kévát ma nagyon sokan ismerik a közösségi médiából, a posztjaidat olvassák, megosztják, behívnak tévébe, rádió, bezúgó a témákba, hogy, hogy, hogy indult neked ez, a, ez, az út és ez a személyes márkaépítés, ami most látszódik, látszik belőled. Ez nem személyes márkaépítésnek indult. Én úgy képzeltem ezt el, hogy uh, nyilván jó, ha egy picit kommunikálok uh, a social médiában arról, amihez értek, mert akkor majd mindig lesznek klienseim, vagy könnyebben lesznek klienseim. Azt tudtam, hogy nem szeretnék alkalmazott maradni, és uh, még alkalmazotti koromban elkezdtem egy kicsit előkészülni erre. És ami aztán uh, ebből egy háromnegyed év után látszott, az nem volt az elején a céljaim között. De háromnegyed év után elkezdett látszódni, hogy Úristen, ebből lehet, hogy tízezer követő is lehet. Aha. A, az, az addig egyáltalán nem volt a, a realitásomnak a része, amúgy. És mi volt a titka szerinted ennek a, ennek a gyors, relatív gyors sikernek azért? Hát én ezen már nagyon sokat gondolkoztam. Azt hiszem, hogy egyrészt az, hogy a célközönség, akit én meghatároztam, mert akkor ebben már benne volt egy tudatos építkezés, hogy hogy konkrétan kiknek szeretnék kommunikálni, ehhez kellett előtte marketinget tanulnom, tehát nem magamtól voltam ilyen okos, hanem elmondták, hogy kell választani egy, egy szűkebb témát, amire specializálódunk. Ez nekem adott volt a saját kutatási területem miatt. És szerencsére olyan dolgokról tudtam kommunikálni, ami ami nagyon betalált a célközönségnek, mert őket megismertem, hiszen hát velük dolgoztam a gyakorlati munkám során, és emiatt tudtam számukra olyan dolgokról beszélni, ami, ami tényleg a mindennapokban érintette őket, ez az egyik. Ha, ha meg személyes oldalról kell megközelítenem, akkor azt gondolom, hogy még hogyha bármilyen furcsán is hangzik és szerintem tényleg belejátszik ebbe az egészbe az, hogy Sokat foglalkoztam azzal, hogy én hogy vagyok, uh -huh. és hogy uh, igyekszem uh, nagyon önazonosan építkezni, meg nagyon önazonosan kommunikálni, amihez kell az, hogy felmerem mondjuk vállalni magam. Uh -huh. És ebben, hogy felmerem magam vállalni, vagy amennyire felmerem magam vállalni, sok önismereti munka van már a hátam mögött. Kávé el is érkeztünk az egyik, egyik nagyon érdekes ponthoz, hogy tényleg kezdő mi, miért van az, hogy ennyire nehezen indul meg? Hogy nem merünk, nem merünk kilépni, nem merünk kitenni tartalmat, félünk attól, hogy mit fognak gondolni erről az egészről. Benned nem volt ilyen, ilyen, ilyen blokk, ilyen gát, hogy úristen, most ki mit fog ehhez szólni? Illetve, hogyha igen, akkor ezt hogy, le, hogy lehet tényleg átlépni? Mert nagyon sokan látom, hogy szeretnének kommunikálni, szeretnének márkát építeni, van valami üzenetük. Visszagondolok igazából 5-6 évvel ezelőtt én is úgy indultam el, hogy így alig mertem feltölteni az első YouTube videómat, mert hogy úristen, ez tök béna lett, és hogy ezt mit fognak szólni hozzá. Ugye van erre valami jó recept, hogy ezen hogy lehet átlendülni? Úgy kezdted, hogy volt-e blokk vagy gát. Blokkot nem gondolnám, hogy tapasztaltam, mert akkor szerintem el sem, el sem kezdtem volna, vagy nagyon döcögne. De végig futottak ezek a dolgok az én fejemen is, hogy majd mit fognak szólni. És akkor egy idő után rájöttem, hogy elsősorban lehet, hogy arra voltam kíváncsi, hogy majd a szakma ezt validálja, vagy nem. És nem arra, hogy a, a lendő, vagy potenciális ügyfelek validálják -e. És ma tehát kb. most van egy éve, hogy elkezdtem célzottan vállalkozókkal dolgozni ezeken a témákon, mert hogy mondjuk én keresztül mentem a saját utamon, és láttam, hogy mik a ennek, milyen lélektani folyamatokkal jár, és szakmailag folyamatosan tudtam reflektálni arra, ami velem történik, mert nem csak átéltem, hanem értettem is. És ö, kínáltam egy olyan megoldást, hogy Akinek ez nehézség, annak próbálok vagy szívesen segítek, és ezért egész sok vállalkozóval beszélgetek ezekről. Ma is fut egy ilyen csoportom, és azt látom, hogy nekik is ez a nagyobb kihívás, hogy a szakma mit uh -huh. fog szólni, hogy ők máshogy kommunikálnak, hogy az eddigi üzletmenethez képest mondjuk más típusú vállalkozásba kezdenek, mondjuk alkalmazott ti helyett vállalkozásba, mert ez is furcsa néha. Néhány szakmában már ez is eretnekségnek számít, és, és ez egy idő, még az ember ezt le tudja tenni, hogy hmm. igazából nem a szakmának kommunikálok, hanem a leendő ügyfeleimnek. Hát mi ugyanezt tapasztaljuk, ami sokszor akár ügyvédeknél, adó könyvelőnél, ahol tényleg igazából hasonló a, a, a tiédhez, hogy ha nagyon-nagyon szakmai vagy, akkor nem fog megérteni a, a célközönség. Ha nagyon egyszerűen fogalmazol, akkor a szakma megy neked, hogy tényleg ebbe is ez az arany középutat eltalálni talán nem, hogy legyél is szakmai, de értsenek meg, akihez, akihez, kommunikálsz. Igen, és ez szerintem tényleg kihívás. És azt gondolom, hogy egy ponton túl elkerülendő vagy elhagyandó, hogy hogy a szakma bele fog -e állni, mert hogy tényleg nem lehet olyan szakmaisággal beszélni laikusoknak a szakmánkról, hogy hogy ne tudjon belekötni a szakma. Tehát igazából az én leegyszerűsítéseimbe is bele lehet kötni szakmailag. Tudom, hogy mit miért hagyok ki, mert hogy azt már feleslegesen bonyolítaná a, az ügyfél, vagy lendő ügyfél, vagy érdeklődő számára és magamban megfogalmazódik, hogy ebbe vagy abba vagy amabba, hogy lehetne belekötni, de ha ezt nem engedjük el, akkor... De az első posztjaim azt gondolom, hogy tele voltak például idegen kifejezésekkel, és ezt uh -huh. visszakaptam, hogy, hogy ezt ne. És akkor aztán én kiírtam egy posztot nagyon régen, lehet, hogy már nincs is kint az islet, hogy már leszettem, fogalmam sincs, hogy, hogy rájöttem, hogy, hogy ez nekem egy nehézség, és hogy most itt akkor kijelentem, hogy én nem a szakmának kommunikálok. Tehát, hogy a posztjaim nem a kollégáknak szólnak, ami azt gondolom, hogy meghatározta onnantól, hogy hogyan tudok egyre egyszerűbben fogalmazni. És szerinted, oké, most beszéltünk a kommunikációról, meg így a kilépni a nyilvánosság elé, de hogy mit tapasztalt hogy nagyon sok ilyen vállalkozói kihívással találkoztál, és hogy átéltette is ezeket, hogy mit tapasztalsz, hogy mik szerinted a leggyakoribb kihívások, elakadások így akár ezen túl is így mondjuk az első pár évben vállalkozóknál. A negatív visszajelzés kezelése, meg a, Aha. a bántó kommentek, és ennek nem kell a szakma jönnie, hogy, hogy ez fájjon, meg, megviselje az embereket, és nem is biztos, hogy mind megvisel, de nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy mennyire érint meg, de hogy egy-egy akkor is be tud találni, ha mondjuk a nagy része nem, és hogy ezt hogyan lehet kezelni. Nekem mondjuk erre van egy elég tudatosan felépített nem is tudom, lépés sorozatom, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt végig gondolom, és akkor helyre teszem magamban, és mondjuk ebben ö, szoktam segíteni, de az is, hogy a környezet nem támogat. Uh -huh. Tehát, hogy jellemzően úgy kezdenek el vállalkozni sokan, vagy hogy a többség úgy kezd el vállalkozni, hogy a családban nem volt vállalkozó, és a baráti körben nincsenek vállalkozók, és a barátok is a családtagok, a saját félelmeiket nyomják rá a vállalkozni vágyóra, hogy de nem fog sikerülni, nem igaz, hogy nem félsz, hogy adhatod fel a biztosat a bizonytalanért, és közben ez az ő realitásuk, nem pedig annak a vállalkozni vágyónak a realitása, aki mondjuk elkezdte megtapasztalni, hogy a marketingnek mekkora ereje van, és hogy egyébként ő számíthat magára, van annyi szaktudása, van annyi kreativitása, van annyi affinitása ehhez, hogy ő ezt meg tudja csinálni. És nem véletlen, hogy tudatosan keressük azokat a közösségeket, klubokat, társaságot, aki, aki előre visz, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon erős faktor. Az ötlet, hogy mivel foglalkozzak, az mennyire, vagy egyáltalán az, hogy jó vagyok-e akkor az, hogy ez túl sok lehetőség, én azt tapasztalom még a mai, mai világban, hogy tényleg felcsomozom az internetet, bármi lehetek, viszonylag rövid időn belül bármilyen szakmát meg tudok tanulni, de hogy miért az legyen, és hogy tudok kitartani mellette? Igen, az, az impostor szindróma az egy klasszikus probléma, hogy akkor én eléggé értek-e a szakmámhoz, uh -huh. de ez összefügg azzal, amit eddig mondtunk, uh -huh. hogy majd mit fog szólni a szakma validálja -e egyáltalán, de a saját magunkban való bizonytalanság is megjelenhet meg, meg nem csak az, hogy mit választok, hanem amikor valaki annyira tehetséges és ügyes, hogy akármilyen karrier útba fogna, mindegyiket sikerre tudná vinni, és hogy neki elköteleződni egy út mellett, hogy azt gondolom, hogy te is tudod tapasztalatból én is, hogy nagyon csábító egy csomó irány, és nagyon nehéz megérteni, vagy leginkább a saját bőrünkön értettük meg, hogy nem szabad egyszerre sok felé fókuszálni, mert az igazából az lesz, hogy a, hogy a több próbálkozásból mindegyikre kevesebb energiájút, és hogy erre mondják klasszikusan, hogy a kevesebb több. Uh -huh. De ezt szerintem a legtöbb vállalkozónak magának kell. Tehát hiába halljuk, magának kell megtapasztalni. Nagyon nehéz nemet mondani. Azért az biztos. Igen. Nem? Ne neked is mert mennyi ilyen, ilyen shiny objected van, mennyien ilyen, ilyen nagyon jónak tűnő lehetőség, ami amúgy érdemes lenne foglalkozni, de, de akkor leveszed a fókuszt a, a fő dologról. Igen, én ezt 2023-ra döntöttem el. Tehát Aha. 22 utolsó negyedévében folyamatosan ez zakatolt a fejembe, hogy 23-ban egyetlen fókuszom lesz. És ez egy nagyon tanulságos év volt, már mint a 2022-es év, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik rajtam kívülálló dolgok voltak, amikből ez következett, de hogy nyilván az én döntéseimnek a következményeként is megtapasztaltam azt, hogy, hogy nem jó többfele fókuszálni bármilyen ígéretes de ezt én tényleg azt gondolom, hogy én nem sok olyan vállalkozót láttam, aki ezt elhitte, uh -huh. hogyha sok lehetősége volt, elhitte előre másnak, és nem tapasztalta Mindenki meg. Több, több dologgal kezd, igen. De ha az igazán sikereseket megnézed, akkor tényleg ilyen egy-egy dolgok van. erről a minicéremtől az egerszék Krisztián mondta azt, hogy meg szoktam kérdezni majdnem mindenkit, hogy mi a béterv terv szóval, Ha lenne béterv akkor nem hinnék eléggé az ába, hogy azt kell csinálni. Ez is tök jó. Vagy a Billingónak a vezetője az Albert, ő meg úgy fogalmazott, hogy a van b de a, a Billingón belül van a B-terv is. Tehát, hogy azon belül nyitja ki a szolgáltásokat mondjuk adott esetben, és nem valami új dologba kezd. És nagyon érdekes, hogy én is, a, ha visszagondolok, hogy nekünk a Covid segített abban, hogy, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk csinálni, mert nem tudtunk rendezvényt, egy csomó mindenre nem volt lehetőség a lezárások miatt, és amikor csak emiatt, ugye csak az ügynökségre fókuszáltunk, igazából ott kezdett el nőni igazán. Tehát, hogy ebbe tényleg van, van valami Csak igen, nehéz nemet mondani. Ehhez, igen, de ehhez idő kell, én azt gondolom, meg a, meg a tapasztalat, és szóval uh, nem az a fő kérdés szerintem, hogy jaj, mivel fogjak, hogy sikeres legyen, hanem, hogy jaj, a rengeteg lehetőségem közül mivel fogjak, mert akiben meg van az affinitás, az azt gondolom, hogy sok mindent meg, tudni, meg tudna csinálni, ha most kivennék alólad az ügynökséget, de két hónap múlvára legkésőbb most mondtam valamit, elő tudnál állni egy új vállalkozás ötlettel, és azzal is tudnád, hogy hogy indulj el, hogy, hogy sikerre vidd, mert hogy azért ennek a metódusa, a gondolkodásmódja, a mögöttes stratégiája, az, az már a fejedben van. Tehát, hogy Talán igen. De, hát szóval javíts de hogy szerintem ehhez olyan skillek kellenek, ami át lehet, átvihető lehetne más ötletekre is. Szerintem igen és sokszor szoktam azt mondani, hogy igazából az, hogy mit csinálunk, az kb. a fele, de hogy ahogy csináljuk, és ez, amit mondasz, a körítés, a rendszer, a folyamatok, az emberek, a, a brand, tehát talán ez, a, ez legalább annyira fontos, mint az, hogy effektív mit csinálunk, mert azért most azt is be kell látni, hogy az, hogy megnyomni a felvétel gombot, meg ez beállítani, azt sokan meg tudják csinálni, de talán te is azt megtapasztalod, hogy nem tudom, tényleg az előtte, utána, ami történik, a, ahogy fogadjuk a vendégek, stb. Tehát ez szerintem legalább annyira fontos, mint hogy itt, itt most mi történik. Igen, és meg... talán ez, a, ez, ez, még nehezebb, mert ez a, az emberi tényező sokszor. Meg a, ami meg a többségből hiányzik, az szerintem a, a kötelességtudat, vagy elköteleződés amellett, amibe beleáll az ez iránt vállalt felelősség. Tehát, hogy azért ezekbe a döntésekbe felelősen bele kell állni, a következményeit is mm. vállalni kell. És ehhez kell egy szorgalom, hogy a megvalósítás ott legyen az ötletek mellett, mert lehet ezer nagyon jó ötletem, ha nem kezdem el megcsinálni, akkor nem tapasztalom meg az eredményét, és nem fog visszajönni sem anyagilag, sem pozitív visszajelzésben. És én azt gondolom, hogy a rengeteg ötlet és tanulás megvalósítással együtt éri meg igazán. Engem meglepett, amikor visszajelzéseket kaptam arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen gyorsan valósítok meg. Tehát, hogyha kértem tanácsot, nem tudom, hogy lehet -e mondani a nevét, hogy hol. Ha kértem tanácsot a gotomarketing marketingben, akkor kaptam visszajelzést fél óra múlva, hogy Úristen, Éva, te már ki is tetted az oldaladra, és ki? Mert hogy azért kértem a tanácsot, hogy gyorsan meg is csináljam, és én általában gyorsan akcióba fordítom, amit kitalálunk. Akár más vállalkozókkal, akár most már azt mondhatom, hogy a cégem belül. És ez Kulcs. Tehát, hogy én egy fél évig tanultam a marketinget, de utána mindent megcsináltam. És de hogy emlékszem, hogy egyszer Markovics Béla kérdezte meg, hogy hogy csináltam ezt, amit csináltam, hogy szeretnének ők is a, egy bizonyos céggel sikereket elérni az Instagramon, meséljen már el, üljünk le egy kávéra. És akkor elmeséltem a titkot. Uh -huh. Megnéztem a videókat, a GoTo marketing, és megcsináltam. Uh -huh. És akkor azt mondta, hogy Ja, hát igen. A megcsinálása nehéz. Igen. Meket nem csak az, hogy az a nehéz, hanem, hogy igen. hát való igaz, ezekben nincsenek titkok, Aha. hanem hogy meg kell csinálni. csinálni kell. Aha. Ami nagyon érdekelne még a, a tartalomgyártás, hogy eleve az, hogy ugye az Instagram volt a fő, fő irányod, hogy uh, miért pont az meg abba például tudtál fókuszálni, és ott, ott akkor csak azzal foglalkoztál, vagy mellett azért ugyanúgy mindent töltöttél, tehát mi, miért az Insta, és hogy így mi volt például, hogy a, a hozadéka, hogy az Instagramot választottad elsőnek. A célközönséghez igazítottam. Aha. Tehát amikor megfogalmazódott bennem, hogy kiknek szeretnék kommunikálni, akkor nem volt kérdés, hogy őket leginkább az Instagramon fogom megtalálni. Most már egyébként ez nem feltétlenül igaz, mert ez a közönség is egyre jobban megtalálható, például a TikTokon is. Nagyon különbözik a közönség felépítése a TikTokon az Instagramtól. Az Instagramon van egy olyan ö, bázis, aki azt gondolom, hogy noha lassabban épült, de egy sokkal inkább elkötelezett uh -huh. bázis. Most nem csak a sajátomra gondolok, hanem bárkire, aki Instagramon felépített egy közösséget maga, maga körül, az, az tapasztalja, hogy egy sokkal elkötelezettebb, érdeklődőbb, ö, sokkal inkább az értőolvasáson ö, uh -huh. alapuló, kapcsolatok alakulnak ott ki, és egy olyan bázis alakul ott ki, míg mondjuk TikTokon lehet, hogy tényleg csak a gyors tartalom fogyasztás, mm. de hogy nincs kötődés, nincs, nincs feltétlen. Ah, hát ah. eleve a tartalom Igen. sokkal rövidebb, annak a feldolgozása is sokkal rövidebb, szóval igazából szerintem egy olyan követőbázist felépíteni, aki, aki tényleg kíváncsi a hosszabb mondani valódra, azt még mindig könnyebb instagram de lehet, hogy tévedek. És te hogy kezelted például a, a visszajelzéseket? Van, mondtad ugye, visszakapcsolódunk ide, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás. Tehát, amikor te kaptál mondjuk valami negatívat, erre van valami jó best practice, hogy hogy érdemes kezelni? Nekem van. Meg egyébként én erre számítottam előre, tehát, hogy úgy mentem neki, hogy tudtam, hogy ettől tartok, És, és, hogy, én, és hogy ezen én már előre is gondolkoztam. Szóval, hogy egyrészt nem lehet szerintem megúszni azt, hogy az, az első ilyen nagyon húsba megfogalmazott negatív komment az, az, megállítson és elgondolkoztasson. Ezzel nem kecsegtetnék senkit, hogy, hogy előre fel lehet készülni, hogy leperegjen, hanem arra lehet felkészülni, hogy akkor mit kezdjek vele, és az én módszerem az az, hogy egy vigasztaló attitűddel én megkeresem az én egészséges felnőttemet segítségül hívva megkeresem azt, hogy hol fáj ez az én belső gyerekemnek, hogy milyen bizonytalanságra tapintott rá, és akkor most lelepleződik a pszichológus, hogy jó, hát még neki is van bizonytalansága, igen, minden embernek van bizonytalansága, és hogy megnézem, hogy hol is van ez a kérdés, hogy akkor én nem vagyok elég jó, hogy akkor ez egyébként miről is szól, és behívom az egészség és felnőttet, és felsoroltatom magammal, hogy mennyi mindent cáfolja ezt uh -huh. a kérdést. És akkor rájövök, hogy ennek nincs realitása, és meg tudom magam nyugtatni. Te kis és objektíven aztán... megnézed a, a pozitív oldalt, hogy Igen. amúgy mennyi mindenben meg tök jó vagy, és akkor ő volt a százból egy, mondjuk. Ezután viszont, miután mondjuk az egészséges felnőttem, mert tényleg kedvesen megvigasztalom magam, hmm. nálam sosem marad el, hogy végig gondoljam, hogy oké, de mi volt benne a rossz, hogy így betalált valakinél, hogy az a valaki azt gondolta, hogy így kell visszajelzést adni. Tehát, hogy soha nem mulasztom el azt, hogy megnézzem, hogy mit rontottam el. Mert ha jön ilyen komment, akkor valamit lehetett volna jobban. És nekem ez nem fáj, hogy valamit lehetett volna jobban, és mindegyik esetből szoktam tanulni. Hogy oké, okay, akkor ezt biztos kommunikálhattam volna egyértelműbben, mert nem születtek volna ilyen kommentek. És még ha mondjuk a 90% érti is, és nem köt bele akkor is azt mondom, hogy minden egyes ilyen helyzetből érdemes levonni a tanulságot, és ha oda jutok, hogy oké, okay, olyan nagy hibát nem követtem el, vagy hogy ez még így ez a saját hiba határomon belül van, akkor elengedem, és ha úgy látom, akkor azt mondom, hogy megfogadom magamnak, hogy ezt legközelebb jobban csinálom. De, aha. de és hogy akár volt, bele is állsz egy beszélgetésbe, vagy... Bele, abszolút aha. bele, vagy... De ez nyilván függ is, hogy, hogy mi, az indítéka, hogy milyen, milyen stílusban, akkor mennyire építő jellegű, hogy, kommuni, hogy írja a kommentet, nem? Mert aki csak úgy adod valami csúnyát, az, az, nem biztos, hogy így épít bármit, vagy hogy van jelentősége mondjuk azzal foglalkozni. Egyrészt van, a, van ahol nem éri meg, de én nekem az a stratégiám, hogy egyszer megpróbálom. Uh -huh. Uh -huh és megnézem, hogy nyitott-e a kommunikációra, van-e okay. itt párbeszéd. Mert ha nincs, akkor másodjára nem foglalkozok vele. Tehát, hogyha a válaszból azt ítélem meg, hogy ez igazából nem azért van, hogy mi ezt megbeszéljük, és hogy közös nevezőre jussunk, vagy én belássak valamit, vagy megértsek valamit, hanem csak oda akarta szúrni, akkor nincs reakció a részemről, akkor azt ott hagyom. De amikor azt látom, hogy van párbeszéd, akkor én igyekszem nagyon sokat mm. tanulni ebből, és hogy jöttem már rá így, kommunikációs hiányosságokra, és figyeltem oda, hogy legközelebb mondjuk ezt kiemeljem az elején, vagy formálta azt, hogy hogyan tálalok egy témát, mert láttam, hogy bizonyos rétegnek hogy fogadható be nehezen. És szerintem erre érdemes odafigyelni. Mm. Van egy ismerősöm, egy távol ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő elolvas mindent magáról például a Redditen. Nem feltétlenül gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell csinálni, vagy tényleg ez a legjobb módszer, de abban van igazsága, hogy lehet, hogy ott olyan kommentek születnek, hogy noha bántó módon van megfogalmazva, de sok igazságot tartalmaznak, és hogy ő onnan megtudhatja, hogy miben kell fejlődnie. Én azt gondolom, hogy a visszajelzéseknek vannak ennél reálisabb, összetettebb, komplexebb, jobb forrásai. De abban nagy igazsága van a, a, az ismerősömnek, hogy nem biztos, hogy attól, hogy rosszul esett a stílus, nem érdemes elgondolkozni azon, hogy mivel lehet fejlődni. És akkor gondolok itt olyanra, hogy amikor megkaptam egy interjú kapcsán, hogy látszik, hogy az interjúztató jobban ért ehhez, mint én, meg felkészültebb, akkor tényleg leültem és végül nem azt, hogy nem vagyok felkészült, mert azt tudtam, hogy nem igaz, hanem, hogy mit csináltam, amit ez nem jött át. És hogy akkor hogy kell ezt úgy kommunikálni legközelebb, hogy ne ez jöjjön le. És hogy tényleg rosszul kommunikáltam. De én az biztos, az nagyon érdekes, hogy azért ebbe az egész ilyen publikus életben, vagy az, hogy tényleg azért sok tartalom kimegy, sok mindenről írunk, sok mindenbe bele látnak, sok mindenbe bele lehet kötni, tehát hogy tényleg azért ezt, ezt meg muszáj tűrni, mert hogy mindig is, mindig is, lesz ilyen valamilyen szinten. Én azt néztem mindig, hogy a, a leg ismertebb youtuberek például. Nekik is, ugye most már a dislike-oknak a száma el van tüntetve a youtube-on, hogy nem tetszik, ilyen lefelé mutató kis jelecske, mert most csak a lájkok like -ok száma látszik, pontosabban az adminok látják csak a saját dizlájkjaikat, de publikusan nem. És hogy korábban ugye ez kint volt, és majdnem mindegyik komoly nagy youtubernél, ahol tényleg sok év munkája benne van, ott is megfigyeltő volt, hogy ilyen 3-5-10 százalék az mind negatív volt. Nyilván, ha ez átbillen, és ugye 90 százalék negatív, akkor ezt tényleg el, 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 kell gondolkozni rajta, hogy, hogy jó, jó, jó dolgot csinál az ember, vagy jó helyen van-e, de hogy mindenkinek megvan ez. És én is mindig azzal így nyugtatom magam, hogy ki van 600 videón körülbelül ugye a Youtube-on már, de hogy a, a többség az ilyen 95-98 százalék pozitív visszajelzés, és hogy, hogy ez mennyire van úgy, hogy a, a, a negatív komment az, az nem is biztos, hogy róla szól, hanem inkább róla azt mennyire gondolod így, hogy, hogy az ő lelki állapotáról szól az a negatív komment. Én ezt úgy szoktam megkülönböztetni, hogy megfigyelem a, a stílusból, a, a visszajelzés módjából, hogy a másik vajon egészséges felnőtt én állapotból adta-e azt a visszajelzést, vagy valamilyen frusztrált, uh -huh. kevésbé egészséges, önérvényesítési módból. Uh -huh. És hogyha mondjuk egy dühös gyerek, vagy egy feljogosított felnőtt stílusában kommunikál, akkor tudom, hogy ebben nem konstruktivitás volt, és hogy valamit nála is megérintett, és hogy ez az ő is. Attól még a kritika amúgy lehet jogos. Uh -huh. És attól még azon el szoktam gondolkozni, hogy azon lehet, hogy tényleg kell javítanom, az, hogy milyen stílusban, vagy mennyire dühítette fel, az az gondolom, az ő történetébe beleágyazottan is értelmezhető, vagy hogy elsősorban abban, vagy azzal együtt kell nézni. Viszont mondom, én nem szoktam azt kikerülni, hogy végig gondoljam, uh -huh. hogy... hogy... Mi a jogos része? Aha. Ehhez szerintem azért, viszont tényleg kell egy addig megvívott önbizalom, amiért megdolgoztál magadban, magadon belül, mert azzal szembenézni, hogy egyébként elgárontottam valamit, meg kevés embernek komfortos. És én egyébként ezzel komfortos vagyok. Tehát nekem soha nem az a nehéz, hogy elrontottam. Hát találzott el, az egész az a lényeg. Aha. Nekem az szokott igen. néha nehéz lenni, hogy miért ilyen stílusban. Azért Aha. az még nekem is rosszul tud esni. Hát igen, mert ugye túl demokratizálódott a, a social és hogy bárki, bárki odaírhatja a véleményét, azért ez talán régen nem volt ennyire könnyű. Most azért ez nem tart sem eddig oda oda tenni gondolatot ráadásul, ráadásul igen, ilyen. Vagy, vagy vagy bármivel. Am amivel nincs baj, mert egyébként meg egy csomó nagyon káros tartalomhoz tök jó, hogyha oda lehet kommentelni azt, hogy, mm. hogy ez hogyan nem kéne, vagy... De sajnos ez ettől függetlenül nem fogta vissza azt, hogy mennyi káros tartalom van az interneten. Igen. De akkor azt szerint azt kimondhatjuk, hogy azért ennek a mostani sikereinek azért nagyon nagy mértékben meghatározója volt így a közösségi média, és hogy az az alapja, és hogy az hogy ki, kiléptél és elkezdtél tartalmat gyártani az a... És relatív gyorsan is, mert azért ez ilyen két-három évről beszélünk, ugye, hogy azért most már ismernek nagyon sokan. Ö, egyértelmű. Tehát én azt gondolom, De. hogy social media nélkül nem itt tartok, nem tudom, más sok korábban húsz éve, hogy kezdtek karrierépítésbe. Tehát most mondok valamit, hogy... nem? Valami? Igen, <laughs> vagy hogy, szóval, hogy még Tari Anna Mária, hogy hogy lett, egyszer csak azt láttam kamaszként, pont ma jutott eszembe. Szerintem lehet, hogy láttam az utcán, hogy emlékszem, hogy mennyire imádtam hallgatni őt. Gyerekként néztem a tévében, vagy kamaszként, hogy nyilatkozik a reggeliben. Nyilván soha nem gondoltam, hogy egyszer majd ott fogok éli, És, én is ülni. És ugye nem tudom, hogy hogy került oda, vagy hogy kezdte. Tehát ezt sem tudom képzelni, ezt a social media nélkül. Ami nagyon érdekes szerintem még így, hogy alapvetően egy olyan szakmába vagy, ahol nyilván így, így rádépül minden, hogy hogy változott így a, akár így az évek alatt a az üzleti modell, a tevékenységet, hogy amivel elkezdtél, és hol tartasz most? Erről mesélsz egy kicsit, hogy így, hogy az üzleti része hogy alakult, és hogy épül most föl a, a, rendszered? Igen, hát úgy kezdődött, hogy csak a magárendelésben gondolkoztam, és az hamar fel is töltődött, és aztán, ahogy látszott, hogy ez túlmutat azon, amit az elején elképzeltem, mondjuk érdeklődésben, meg bejelentkezésekben, akkor egy ponton elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit csináljak ezzel a rengeteg bejelentkezéssel, vagy hogy én vagyok a legnagyobb őrült, hogy ennyi bejelentkező érdeklődőt küldök el, és nincs semmi kínálatom, amivel tudnék nekik segíteni, mert hogy már nem tudom vállalni őket egyébként. Mert ezért csináltad, hogy minél többen találjanak meg, és akkor meg lett. Igen, csak Igen. Nem, erre nem számítottam. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, hát én egy csomó mindent az egyéni üléseken ezerszer elmondok. Hát mi lenne, ha ezt egyszerre több ember hallgatná meg? Uh -huh. És akkor így jöttek a workshopok, hogy havonta egyet-kettőt, vagy egy hónapban mondjuk megtartottam az összeset, amire volt kész mondjuk ív a fejemben, és akkor mondjuk 10-12 embernek ezeket megtartva láttam azt, hogy hogy hatékonyabban is lehet segíteni uh -huh. Mert hogy tényleg ismétlem, amit, uh -huh. amit szeretnének tőlem hallani az emberek, vagy amiben hozzám jönnek segítségért, az, az nem annyira egyedi, mint amennyire egyedinek gondolják magukat az emberek. És akkor lehet azzal vádolni, hogy akkor rutinból dolgozom, de hogy univerzálisak a problémáink, uh -huh. szóval hogy nem vagyunk annyira különbözőek, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon más dolgokat kelljen visszajelezni, vagy elmagyarázni egy-egy kliensnek pszichoedukáció címén. És Úgy egy kis mellékszál, de kapcsolódik ]ladım. ide, hogy ä, szerinted mindenkinek szüksége a pszichológusra, pszichológus, így tényleg elnézve akár így a, az átlag, uh, vagy az országnak a átlagos lelki állapotát, hogy uh, mindenkinek javasolnád? Mindenkit nyilván nem ismerek. Nagyon diplomatikus. Meg azt gondolom, hogy azért ehhez kell valamiféle alkalmasság is, tehát hogy nem is mindenkinek van ott a belátása, hogy mondjuk tényleg tudjon magán dolgozni, de hogy jó Igen, szóval, hogy szerintem egy mondjuk egy fél évet, egy évet mindenkinek mondanék, hogy uh -huh. próbálja ki menjen el. Amikor valakiben felmerül a kérdés, hogy vajon menjek el ezzel, ne gondolkozz, menjen uh -huh. el. Tehát uh -huh. akkor valószínűleg tud belőle kivenni. Ezt nem kell fontolgatni. Nyilván kiadás, meg bizalmi kérdés, uh -huh. de megéri szóval, hogy sokszorosan megtérül egy csomó területen. Ha csak arra gondolok, hogy mondjuk nálam szerintem mekkora jelentősége van annak, hogy hogy én mennyit dolgoztam a stabilitásomon, hogy mondjuk kész receptek voltak a fejemben arra, hogyha engem egy ilyen helyzetben nehézség ér, akkor hogy fogom kezelni, ez nagyon megérte. Ez a munka. Visszatérve az üzleti egyéni, modellre. Egyéni konzultációk, vagy uh, tanácsadás után, ugye jött a workshop? Igen, és aztán uh, azt láttam, hogy uh, hogy valahogy az sem elég a bejelentkezések számából. Tehát, hogy, hogy volt olyan nap, hogy napi három-öt ember írt, hogy járhat-e hozzám terápiára. Nem mindig ennyire intenzív. Attól is függ, hogy mennyit posztolok. És 2022-ben kevesebbet posztoltam. Máson volt a fókusz, a háttéren volt a fókusz. Előre szaladtunk, de hogy 2022-ben az nagyon fontos volt nekem, hogy minél inkább azok a dolgok maradjanak nálam a vállalkozásban, ami az én kulcsterületem, és minél több mindent megtanuljak delegálni. Ebből a szempontból kifelé ez egy unalmasabb, kevésbé látványos évnek tűnt, sokkal kevesebb social media jelenléttel. Tehát egy elfoglalt vállalkozó voltam, aki próbálja valahogy a cégét felépíteni. De előtte intenzív posztolási időszakok voltak, és akkor nagyon intenzív megkeresési hullámok voltak, és innen jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha ezt egy előfizetéses csoportba terelném, ami amiből volt egy most úgy látom, hogy egy, egy nagyon jó 10 nullás verzió, tehát hogy, hogy ennek a tehát hogy ezt, ezt nem a leértékeléseképpen mondom, de hogy annak az első próbálkozásnak egyébként pont vége is van, és hogy tanulván a gyerekbetegségeiből, meg épülve vállalkozóként belőle most van egy másik előfizetéses klub, amiben azt gondolom, hogy a lehető leghatékonyabban tudok egyszerre azoknak segíteni, aki tőlem szeretne tanulni. És ha jól tudom, most van egy pont egy csatlakozási időszak most, amikor vesszük fel még ezt a videót a következő hetekben és utána ott találják meg, ahogyha később nézik a kedves nézők a videót, akkor hol találják meg az oldalat, hol tudnak erről információt kapni? Szerintem a leggyorsabb itt a Youtube-on, mert hogyha a Youtube-on rákeresnek az én csatornámra, ott, ott a borítóképen ott a link. Uh -huh. Úgyhogy szerintem ez a legegyszerűbb. És nem folyamatosan van nyitva ez a klub, uh -huh. hanem időnként lehet csatlakozni, de most van az első nyitás, úgyhogy ez valahol egy újdonság, mert egy picit másképp építettem fel és elkezdtem bevonni azért szakértőket, hogy ne csak én adjam a, a szakmai vázát ennek, és ez nekem egy nagyon lelkesítő időszak, hogy, hogy szakmai tímben gondolkozva együtt építünk fel valamit. Ez, ez, ez teljesen más, mint mikor egyedül csináltam. És ezt hogy éled megmondtad, hogy nagyon átalakult a tavaly évednek a a munkája, a munkatípusa, az, hogy most a rendszert épített, hogy hogy élted meg ezt a változást, hogy a DIN nyilván a, a vámmensó volt, épített egyedül, és a konzultációkból egy rendszert építesz így hirtelen pár éven belül. Amíg még nagyon nyomott a One Man Show, addig nagyon szenvedtem. Uh -huh. Nem úgy értem, hogy ez rossz volt, tehát nem a, mondjuk nem a posztolástól, vagy nem az ügyfelektől, vagy nem a, hanem attól, hogy ennek a háttér tevékenység és mind az enyém, és az nagyon sok volt, és én nagyon hamar bevontam egy asszisztenst, de fogalmam sem volt, hogy mit szervezzek ki rá, és nem volt, tehát hogy amellett, hogy mondjuk addig is nagyon sokat segített, nem volt arról elképzelésem, hogy még mennyi mindent kiszervezhetnék, és az egy hosszú tanulási folyamat, hogy megértsem, hogy mi az, ami kulcs tevékenység, és mi az, amit tényleg ki kell szervezni. És ma azt gondolom, hogy szerintem nem lehet megúszni a van mensó nélkül ezt, de mai fejemmel azt mondom, hogy azt kihagytam volna, tehát ez sokkal jobb így. So sokkal jobb, hogy, hogy van egy csomó dolog, ami nem az én felelősségem, meg nem nekem kell vele foglalkozni, de még mindig nagyon messze vagyok attól, hogy tényleg a legfontosabb dolog. Szóval, hogy ezért még mindig nagyon sok mindenre rá kell néznem, de már mondjuk nem én döntök, nem én intézem, és ez nagyon jó. És mi a cél? Hova tartasz szerinted? Milyennek a kifutásait ilyen néhány éves távlatban? Az az igazság, hogy nagyon máshol tartok most, mint ahol két évvel ezelőtt gondoltam, és azt gondolom, hogy két évvel nagyon máshol fogok tartani, mint ahol most gondolom. Tehát, hogy most van egy vágyam, hogy egy szakmai közösséget uh -huh. felépítsünk, ahol együtt alkotunk, és mondjuk egy ilyen 5-8-10 fő közösen dolgozzon azon, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, mármint hogy szakemberek. Uh -huh. Ez a közösség most ott van körülöttem, de hogy ebből mit hozunk ki, mennyi, mennyi ideig lesznek benne ezek az emberek, cserélődnek-e, és hogy két év múlva is erre fogok-e vágyni, azt nem tudom biztosan, de most nagyon ígéretes, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy együtt ö, számunkra is élvezhető módon tudunk egy csomó embernek segíteni. Akkor élvezed ezt a játékot most? a játéknak fogod fel? Hát ezt a részét most... Hát nem minden esetben, nem minden aspektusát. Azt, hogy a tartalmat hogyan fejlesztjük, uh -huh. vagy szakmai kifejezés, vagy vállalkozósabb kifejezéssel a termékfejlesztés részt, azt most nagyon élvezem. Uh -huh. Tehát, hogy a barátaimmal együtt gondolkozunk azon, hogy ez hogy lehetne biztonságos az ügyfeleknek, de nagyon sokat segítő, ez nagyon ihletett állapotot eredményez. Tehát, hogy ők is lelkesek, uh -huh. és többször mondtam az elmúlt hetekben, Otthon, hogy nem tudom, ezt ismered ezt az érzést, de hogy én most nem úgy érzem, mintha szerelmes lennék, mert remeg a térdem, meg a gyomrom, hogy úristen, úristen, de jó, beszélj még róla, mi lesz. Ú és akkor, és látom, hogy ez, fogni magad. Szinte. Igen, és látom, hogy átragad a, a barátaimra, a kollégáimra, és hogy ők is teljesen fellelkesülnek. És hát ezt kívánom mindenkinek, vagy bárcsak csak ez lenne, mm. de hát nyilván nem csak ennyi a vállalkozás. Szóval, hogy tehát ugye az egy dolog, hogy mivel indul a vállalkozó, hogy mi nehéz, de aztán jönnek ilyenek, hogy oké, akkor mire ruház be, mire lesz pénzed, mm. van-e cash flow, melyik irányba menj, sporold de meg, vagy szervezd ki, mm. szóval hogy ezek is amúgy utána meg nagyon fajsúlyos, felelősségteljes döntések, úgyhogy ezzel része azért annyit nem játék. Igen, de nagyon jó irányba mentek, úgyhogy Reméljük. hozzá. És köszönöm, köszönöm szépen, szépen, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, szerintem nagyon hasznos volt. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi volt a leghasznosabb, mert nyugodtan kérdezetek, rá fogunk nézni majd időközönként a komment szekcióra is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.